Azt hiszem, ennyi elég is lesz. Kicsit hosszúra nyúlt a bevezető, de azt hiszem mostanra legalább mindenki összerakta, hogy egy állatkertben voltam, méghozzá miattatok. Ugyanis augusztusban azt kértem tőletek egy Insta sztoriban, hogy írjatok nekem valami újat, valami meglepő tudományos vagy műszaki érdekességet, amit jó eséllyel korábban még nem hallottam. Rengeteg felvetés érkezett, a járműipartól a kémiai, orvostudományi és egyéb érdekességeken át, fura tudományos mérföldkövekig nagyon-nagyon sok minden jött. Azt nyilván nehéz megjósolni, hogy mi az, amiről még nem hallottam korábban, viszont ez szerintem egy tök jó szűrő, mert ha valamire felcsillan a szemem, akkor arról sokkal, de sokkal szívesebben csinálok adást. Igen, mert hogy nem csak arról van szó, hogy szeretném felolvasni azokat, amiket küldtetek, mert ez nem az a csatorna, ez az a csatorna, ahol mindennek próbálok alaposan utána járni, hogy tényleg úgy van-e. Szóval toltam egy fact-checket minden egyes ilyen üzenetre, ami érkezett. Na jó, vágjunk is bele az elsőbe, ez az első ilyen témájú adás. Valami címet kéne adni ennek a rovatnak, mert a mondj valami újat, az szerintem egy kicsit ilyen... Írjátok meg, hogy mi legyen, jó? Tőletek tanultam? Vagy valami hasonló, szóval írjátok meg odalán kommentbe, aztán egy ilyen playlistbe rendezem majd őket lejátszási listába. Gyapott Virág nevű felhasználó írta, hogy a lisztmajmok Liszt Ferencről kapták a nevüket. Ez biztos nagyon érdekes, de őszintén szólva először azon kezdtem el pislogni, hogy létezik egyáltalán olyan, hogy lisztmajom. Szóval rágoogliztam, megtaláltam, hogy igen, létezik, megtaláltam azt is, hogy igen, valószínűleg tényleg Liszt Ferencről kapta a nevét, úgyhogy nem maradt más hátra, mint körülnézzek, hogy hol található ilyen állat. És mivel éppen Miskolcra mentem akkor, és kiderült, hogy a miskolci állatkertben is van két példány, felhívtam gyorsan az állatkertet, hogy nagyon-nagyon szeretnék másnap forgatni ezekről az állatokról. Hát szerintem simán hülyének néztek, de nagyon segítőkészek voltak, olyannyira, hogy... Inkább tudjátok mit? Nézzétek meg a videót! Ebben a kifutóban vannak a lisztmajmoskák, vagy gyapjas tamarinok, és bemehetek a kifutójukba. Úgyhogy most én is ki leszek itt állítva az állatkertben. Ja, és baba tengeri malacok is vannak oda benne, úgyhogy vigyázni kell rájuk, hogy el ne tapossam őket. Egész rutinos vagyok már a kifutókba mászkálásban. Pár éve, ha emlékeztek, Nyíregyházán voltam a fehér oroszlán kölyköt megnézni. Az alapszabály itt is hasonló, nem megyünk oda a jószághoz, várunk. Türelmesen. És ott ül az a két példány, ami itt van a miskolci állatkertben. Hiába húzódtam viszont hátra a kamerától, ők továbbra sem jöttek közelebb, hogy a kit objektívvel is értékelhető képet csinálhassak róluk. Állítólag nem olyan barátságosak, hogy ide jöjjenek az emberhez, de most kapok mindjárt liszkukacot, amivel ide lehet őket csábítani. Értitek, lisztkukac, de a lisztkukac ez nem lisztről kapta a nevét. Nem bizony, a raktári kártevő lisztbogár a Tenebrio molitor lárvájáról van szó, amire tudjátok, hogy én eléggé rá vagyok kattanva, de úgy látszik, hogy ezek a kis főemlősök is. De most inkább nem akartam táplálékkonkurens lenni, mégiscsak a tamarinokat jöttem megnézni. Ja igen, mert hogy gyapjas fejű tamarinnak is hívják őket az angol cotton-headed tamarin elnevezés után, német nyelvterületen viszont valószínűleg a Liszt Ferences hajkoronára utalva a Liszt Affe terjedt el, onnan vettük át mi is a Liszt majmocskát. A kicsinyítőképzőt már mi dobtuk hozzá. Hát legalább lett egy kis magyar vonatkozása is. Jól lehet, az állatok Kolumbia északnyugati őserdeiben élnek, sajnos egyre kisebb számban. A vadon élő lisztmajmocskák a legveszélyeztetettebb főemlősök közé tartoznak, Magyarországon több állatkertben is találkozhattok velük, és ha a tájékoztató táblájukat úgysem olvasnátok, most már tudjátok, hogy a nevüket Liszt Ferencről kapták. I'm feeling alive, take me back to the jungle.
Hogyha történetesen hozzám hasonlóan a miskolci állatkertben néznétek őket, akkor ott még vad tengeri malacokat is láthattok a kifutójukban. Milyen kár, hogy nem a szertár tengeri malacozós hőskorában jártam erre, hát ők aztán tényleg nem voltak valami bátrak. Ti viszont bátran kövessétek a Szertárt Instagramon, Facebookon, a Szertár Podcastet heti adásokért SoundCloudon, iTunes-on, Spotify-on vagy bármelyik podcast alkalmazáson, vagy engem is követhettek Twitteren. Ja, és ha jelképesen előfizettek a tartalmakra Patreonon, még kis bónusz morzsákat is kaphattok. A következő rész tartalmából. Pénteken megmutatom nektek, hogy egy erőműbe bejutni nem is olyan nehéz, mint azt elsőre gondolná az ember. Hogy le ne maradjatok, iratkozzatok fel a csatornára!